Mód visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld sejem lámpaernyővel, és barátságosan mosolygott. – Bocsánat! – mondta, és udvarjasan megemelte a lámpaernyőt. – Nevem Vanderkullen Félix. A leány csak most lett úrrá, elzsibbadt idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. – Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? – Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Ezt nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjébe megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál fogva leszakadt, ezért elnézését kérem. Mivel a nő nem felelt, az idegen letette a fejére hullott lámpaernyőt, meghajolt, és elindult az ajtó felé. – Megálljon! – kiáltott a mód. – Parancsoljon! – felelte a rejtélyes ifjú, összecsapva papucsa sarkát csak nem akar egy szál pizsamában kilépni tőlem a folyosóra. Az idegen szolgálatkészen elindult az ablak felé. Mód szinte felsikoltott. Megálljon! Kérem. Kissé ilyetten visszalépett, és úgy állt meg, mint aki minden parancsnak már előre is aláveti magát. Mód kétségbe esette, nézett le a kertbe. Érkező vendégekkel volt tele. Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakomból, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szem elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszott. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagy talán nagy búzsan, van der Félix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Azt még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatal embertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbértünet. Már bocsánatot kérek. Kicsi hangosabb lett, mivel felismerte a helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadta nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kis összony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyenje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettár, és a többit zsebre tette. Csacsi kis história, mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosz tevő -e, vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amiben belesodort megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzna a csapából, de kis radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvarjasan. Még mindig jobb, mint hogyha hagyjon Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő, én ma este elutazom, addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének. Igen. Magától kitelik, Felelt a férfi, mintha már régen ismerni módot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca síralmas kifejezésre ráncolódott. Képes van egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? kérdezte síralmasan az idege. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejten és rapságban tartani egy védtelen embert. Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat. Képes lenne verni? Kérdezte látszólag rémülten, és mód bármilyen dühös is volt. Elnevette magát. Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene. Szigorúan! Folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy uri nőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott. Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb be ezerszer? Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan? Mód önkéntelenül is kis ilyettel lépett a férfi mellé. Valami baja van? Van. Van. Lehet, hogy perceken belül éhe halak. Síri hangon tette hozzá dél van, és én még nem ebédeltem. Na hát, tudja. Azt sem csodálnám, ha körözött rabló lenne. Ennyi cinizmus. Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartásai sok kívánni hagy hátra. Tessék, hogy érti ezt? Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett. Hol volt ön ma éjszaka? Mi? Jól hallotta a kérdést. Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt. És miért volt üres? Mert ön nem tartózkodott benne. Ha itt alszik az ágyban, akkor én távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rapság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy piperes szappant, hogy elkerüljem az éhhalált. Igen, kisasszony! És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűnper főtárgyalásán. Hol volt ön ma hajnalban? Négy és öt óra között! A nő döbbenten, csodálat talált, a pizsamás ismeretlen káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt. Mégsem zárom a fürdőszobába. Maradunk a szekrénynél? Nem. Átadom a szálló detektívjének. Ám legyen, felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép. Fárjon! Kiáltott a mód, és dühösen toppantott. – Istenem, micsoda helyzet! Maradjon! – Nem, nem, ön megsértett. Mód a karjába kapaszkodott. – Csak tréfáltam, szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét. – Nem, mégis megyek a detektívhez önként. Az ilyen ember bűnhögyön igaza volt és trakikusan a mellére csapott kétszer. Én bűnhődni akarok, me a kulpa, kiáltott, me a kulpa, én bűnhődni akarok. Mód megragadta a karját. Az Istenért ne kiabáljon! De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni. Nem zárom be, suttogta megtörten a nő. Na, az más, akkor esetleg maradok. És visszaült. Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt. Ki az? Szergiusz herceg. Móda férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött. Azonnal felelte tettetett frissességgel a leány. Most fejeztem be az öltözködést. Azután vidám hangon kiáltott. Lehet! Mi alatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a hatvanhoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápadt feltűnően tiszta kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni mód? Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk, tette hozzá gyorsan. Áhá, mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek. Voltak éppen be kéne fogni a fülemet, de nem teszem. Düsznóság. Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani. Néhány szót csak, tartóztatta a herceg. Ebédnél nem leszünk egyedül. Beszélt az illetővel? Ezt majd később, ellenkezett idegesen mód. Nem. Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én hallgasson, kérem! De hát itt magunk vagyunk. Igen, igen, de ha valaki hallgatózik... Hmm. Enynynynyny. Ennyi. Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerülhet. Lám, lám, gondolta a szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele? Jöjjön, kérem ebédelni? Egy szót se beszéljünk? Úgy látszik az idegei cserben, hogy te kedves. Azt hittem, hogy maga erős. Nem, az idegeimben nincs baj, de ma rossz napom van is. És most menjünk, mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este nyolckor egy három motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség menjünk azonnal. No de ne kérdezzen, jöjjön kérem, nyomban. Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni. Jól van mód, menjünk karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült sóhajjal indult el. Kopogtak. – Ki az? – A rendőrség! – Felelt egy kemény hang. Csend. Az ősz ember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta. Nem értem, kérem! Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez? A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba. Miért? A Grand Hotel vesztegzár alá kerül, felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás. Elvesztünk, mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez. Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig... Nem akarok ilyen szavakat hallani magától! Kiáltotta erélyesen mód. Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja. Gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban. De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek. Hallgasson, kérem! Látatlan ma nem ítélhetjük meg a helyzetet. A fiatal ember hallotta az ajtó csukódni. Megkönnyebbülten súhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik. Zörrenés! Gyorsan visszabújt! Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítanunk? Nem valószínű ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem. Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van. Bizonyára kávé. A teniszcipő távozik, az ajtó becsukódik. Most! Gyorsan kibújt. Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél. Nincs csak. Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím. Maud Borkman kisasszonynak első emelet, 72-es szoba. Á, nem fontos, gyerünk. Az ablakhoz osond. Aztán hátra hőköld. Mi van itt, kérem? Hat lett a szálló. A kertben egy utászosztak dolgozott, drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkarében a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában rakott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen talástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba.